nevében, nevem Major Roldán, azokat mondom, akik még eddig nem ismernének, és szeretnénk megnyitni ezt a kiállítást, mert a Talász Fotóklub tagjaival szerveztünk. A kiállításnak a címe, a Piliskor a Hallgatnál, hogy miért ez, ezt nem úgy jött a képek, igazából a fotók és szóban is néhány szót. Köszönöm szépen mindenkinek, aki megjelent, és külön köszönöm azoknak a meghívott vendégeknek, akik elfogadták a meghívásunkat, és ma itt vannak közöttünk, mindjárt elvesítem. Így jó. Tehát köszönöm minden meghívott vendégünknek, hogy elfogadta a meghívást, és szeretnék külön kiemelni azokat a személyeket, akik a szót is kapnak. Ezek közül szeretném megemlíteni a Jogán László polgármesterüket, aki már mindjárt minden köszönjük, hogy szót fog elmondani az égegyűjtelnek. Jogán László polgármesterüket, Jogán László. Szeretném köszönteni Margyi Györgyöt, aki fotóművész, fotográfus, és ő fog néhány értékelő szót mondani a kiállításon látható képekről. És legelsősorban szeretném megköszönni az itt előbb hallott Honos 4-esnek és tagjainak a közelműködést, és felmondom név szerint, kik voltak ők: Fehér Csaba, Parosi Réka, Marosi Ágnes és Kovács Miron. Köszönöm, hogy hangulatot teremtettek is nekünk, és ezzel megalapoztátok a másfélnek elsőséges hangulatát. Úgy gondolom, hogy ez nagyon jól illetszerik most ahhoz, amit a képekkel szeretünk volna, és szeretünk bemutatni. Néhány szóban hadd beszéljek a Talász Fotóklubról. Akik itt voltak a tavaly megnyitónkon, azok már részletesebben hallották, most csak egy mondatban összefoglalom. A Talász Fotóklub nagyjából 2009. nyarán augusztusában alakult. A helyi szomszédban lévő Baptista gyülekezet, a Talász Baptista gyülekezetnek a támogatásával az ottani gyülekezetbe járó néhány felnőtt és néhány gyerek, általában saját gyerekeink és pénzünk csapkodó fiatalok szereplésével együtt jártunk el kirándulni néhányszor. Mai napi állás szerint a fotóklubnak délután 4 óra 107 darab tagja volt. Ahhoz képest úgy látszik, hogy egy eléggé látványos és népszerű dolog lett ez az elmúlt két évben. Van néhány célunk, amiről szeretnék egy-két szót mondani. Egyrészt célunk az, hogy összefogjuk és egyfajta virtuális otthont adjunk azoknak az embereknek, akik szeretnek fényképezni. És függetlenül van ez attól, hogy milyen az életkora annak az embernek, milyen technikai tudással rendelkezik, esetleg milyen felszerelése van. Hozzánk bárki csatlakozhat, aki szeret fényképezni. Mi közösséget adunk neki, megosztatjuk egymással gondolatainkat, képeinket, és építő vagy tanuló tagja lehetünk mindannyian ennek a közösségnek. Nincs közöttünk egyetlen egy sem, aki nagyon magasan járnagol nekünk a tanulni a többiekről, ezzel mindenki is. Másik szerint pedig az, ez a rendezvény és az egész fotóklubban, hogy egyfajta hidat építsünk, hogy közelebb hozzunk egymáshoz embereket, közelebb hozzunk egymáshoz dolgokat. Olyan helyeket és olyan embereket, akik eredetileg egymástól távol vannak, akik egymástól nagyon szétszólódva élnek, ez látszik a tagságunkból is. Egy jelentős hányad a fotóklub tagságának helybéli, budakalászi, vagy szorosan budakalász környéki, de vannak tagjaink a világ több részéről is, belül természetesen nem vagyunk napi kapcsolatban fizikailag, de az interneten megfáltó munkatokon keresztül, akár órával, órával, percről, percet követhetjük egymásnak a tevékenységét. Így tehát hidat szeretünk építeni, például korosztályi különbségek között vannak fiatalok és vannak idősek. A fotóklubnak egyik célja, hogy olyan fiatalokat is bátorítson a fotózásra, akik otthon találtak a szekrénybe egy 5 fokot fényképezőgépet, és nekik tetszik azt, hogy meg lehet rajta nyomni a gombot, és valami látszik belőle. Innen kezdjük a képzést, az oktatást és a tagságot. Aki már ezzel eljutott és szeretne így részt venni ebben a körben, már megteheti. Vannak olyanok, akik már nagyon nagy drága felszereléssel, több kilóval a hátukon cipelik végig a dolgaikat egy kirándulás során, és életkorban is igen nagy különbség van, ezeket az embereket összehozunk, és tanulunk egymástól.
Ebben a szellemiségben szerveztük meg például ezt a kiállítást is, de ami a kiállítás alapjául szolgál, az idei nyári erdélyi túránkat és az idei nyári budakalászti fotós tárgyakat is. Ez a két nagy esemény volt, ami az elmúlt időszakban történt, és a kiállítás képei azok nagyjából ennek a két eseménynek az eredményeképp előttek égre. Nyilván a téli tárgyképek nem, de úgy általában a többi nagy részt igen. Szeretnék volna megmutatni azt, hogy lehet egyfajta közösséget és kapcsolatot teremteni különböző forró, különböző helyen élő emberekkel, és különböző helyszínek között is akár. Ilyen például az, hogy itt a helyszínen, így Budakalászon is nagyon sokat fényképezünk úgy évközben, de szerveztünk egy túrát Erdélybe, testvértelepülésünkkel Örétére, és ott is a környéket bejárva nagyon sok értékes kép született, függetlenül attól, hogy ki milyen felszereléssel vagy korosztályban érkezett. Ezekből a képekből válogattuk ezt a kiállítást. Ami számunkra nagyon meglepő volt, hogy a kiállítás a válogatása során olyan hasonlóságokat és olyan párhuzamokat fedeztünk fel a képek között, amelyek nem voltak előre letervezve, nem voltak megszervezve, és csak utólag derült ki, hogy például a két település között, a két testvértelepülés között mennyi hasonló és mennyi kapcsolódási pont van a mi részünkre, ez a képeken nagyjából látszik. Nem tudom, hogy kinéztem már végig a képeket, én még nem számoltam meg, hogy hány olyan kép van itt szerepelik, ami kereszt vagy feszületében miért is szerepel. De ha látják, nagyon sok olyan kép van. Ennek egy része készült csak Örétén, másik része pedig Budakalászon. És közvetlenül a bejárat mellett a nagyobb méretű képen található, tablón található két könyvkép, amit érdemes megnézni. Abból is az egyik Budakalászon, másik Örétén készült. Mind a kettő más évszakban, más körülmények között, de a hangulata, tematikája mind a kettőnek ugyanaz, és ugye ezt a hasonlóságot sok más területen is fel lehet fedezni. Tehát szeretnénk ezt a hidat tovább folytatni, tovább építeni, tovább összehozni ezt a társaságot, ezt a csapatot. Ezt a jelenleg 107 fotó tagot, és azon kívül mindazokat, akik legalább csak egy kicsit is érdekeltek abban, és érdekli őket az, hogy ez itt megmutatásra kerüljön. Szeretnénk megmutatni azt, hogy a 9 éves gyerektől kezdve az időseknek a korosztály nincs kiírva, de mondom magamat, a 38, 7, jó, 7, mindig elfelejtem, hogy mennyiben változik. Akár a 37 éves korosztályig is lehet egy szintre hozni gépeket, mert olyan minőségűeket tudnak készíteni a gyerekek is. Néhány technikai információt szeretnék elmondani. Ha megnézi valaki a gépeket, a jobb alsó sarokban általában ott van a készítőinek a neve, a fiatalabbaknak az életkora is. Azért, hogy lássuk azt, hogy egy 9, 10, 12, 16 éves fiatal ilyen jellegű képet is tud akár készíteni. És általában a bal oldali szélső sávban, de néha a jobb oldalon, oda van írva, hogy melyik településen készültek a képek. Nagyon apróbetűvel, jó közel kell menni hozzá, de ott vannak, akit érdekel meg tudja nézni, hogy konkrétan az a kép az hol készült. Ennyivel szeretném volna meg itt ezt a kiállítást, most meg szeretném kérni Rogán László polgármester, hogy jöjjön is mondja el azt az üzenetet, amit meg csinálunk számít. Köszöntök én is mindenkit nagy szeretettel. Ki is jön a mikrofonot, kicsit így nekem. Mindenkit köszöntök nagy szeretettel. Zoltán hívott engem, és azt kérte, hogy pár gondolatot talán mondjak el, mi jut eszembe erről a ilyestővel kapcsolatban. Gondolkodtam, hogy mit mondhatnék. Én a fotózáshoz hát sajnos nem értek. Ha egy kicsis gépünk otthon a feleségem szeretnék kattintatni, én azt sem veszem a kezembe, mert biztos sok elmondanám. És gondolom lesz itt nálam sokkal hivatottabb ember, aki majd a képeket fogja elemezni. Én teljesen mást szeretnék önöknek elmondani, egy pár szóban. Ott ültem hátul, és azon gondolkoztam, hogy vajon, amit a Zoltán mond, ahhoz nekem hozzá kell tennem valamit, avagy sem. És azt gondoltam, hogy ez a kép, hogy a hidak, építsünk hidat, ez vajon
csak arra vonatkozik, amit az Zoltán mondott, vagy pedig ezt kicsit lehet továbbfűzni is. Én azt gondolom, hogy igazából a hidak, azok egy jelképek többek között, nem hiába használják, ugye most már az EU-ban is csak hidak vannak, mert összeköt különböző vallásokat, mércsoportokat, országokat, akármi ideológiát is összeköthet. És ugye lövéke is Budapalász, ugye és Budapalász és a Pilis, és Pilis és a Hargita. Szintén egy kapcsolódási pont. Budapalász egy gyönyörű település, olyan helyen fekszik, ami szerintem, csendékeknek, hogy én most elfogult legyek, az ország legszebb településének tartom, mert olyan adottságaink vannak, hegyeink vannak, tavaink, Dunánk, Alföld, minden létezik ebben a városban. Lövétre hasonló egy picit hozzánk valóban, és hogyha ránézünk arra a képre ott fönn, például, vagy például a Kálváriánál ott ugye egyik Kálvária, hogy az Lövétre van, a másik pedig Budapalászon, ez is egy híd. És ugye nem tudom, sokan nem tudják, sokan tudhatják, hogy most elkezdtünk egy ásatást is Budapalászon, főt a Kálváriánál. Keressük az őseinek a lenyomatát, amit ránk adta. És a régész úrral naponta beszélek, és azt mondja, hogy polgármester úr, ez a dolog, hogy kora középkor, 15. század, de alatt ott van a még jobban, nagyobb lenyomat, ami körülbelül az 1500-as esztendőnek a lenyomata lehet. És fent a Kálváriáról azt gondolom, hogy mindenki menjen fel, nézze meg ezt az ásatást. Gondolom, a fotókunk úgyis fel fog menni, és nyomon fogja követni. Amit én szeretném önöknek elmondani mindenféleképpen, hogy ez a képen, ezek most itt, statikában itt vannak, statikusak. Én azt kérdém önöktől, hogy tehetik, menjenek el, keresik fel ezeket a helyszíneket. Ha tehetik, menjenek el Erdélybe, menjenek el Lövétére, menjenek fel a Hargitának. Az emberek, a tájak csodálatosak. Budapalásznak több mint 10 éve van testvéri kapcsolat együttműködése Lövétére. Föl lehet ismerni ezeket a képeken, esetleg barátaimnak. Aki talán még élnek, talán már meghaltak, de a szellemiségük itt van közöttünk. És az a véleményem, hogy a kinti emberek önöket nagyon szívélyesen fogadják, hogy a kimennek Lövétére. Köszönöm Zoltánnak, hogy itt lehetett és elmondhattam ezt a pár gondolatot. A képeket majd elemezni fogja nálam sokkal hivatottabb ember. De azt gondolom, hogy amit kivégeztek ezzel a munkával, az, hogy a blokkó után is meg fogjátok örökíteni Budapalásznak a jelenét és esetleg majd a jövőjét, ez nagyon fontos lesz az utánunk következő generáció számára, és nagyon fontos még a számunkra is. Köszönöm neked Zoltán, és köszönöm az egész klubnak, hogy ezeket a képeket, akár a klubnak a magyarországi tagjai, akár a lövétei tagjai, akár nem tudom, a világ más pontján élő tagjai készítették. Mindenkinek azt kívánom, hogy nézze meg a képeket, mélyen ér el a képekben, és a mögöttes tartalmat keresse. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen a szavakat, és szeretnék átadni egy lelképes ajándékot, az ominózus képet, amit emlegettünk a két Kálváriáról, a polgármester úrnak. Helyezze ki, ahogy jónak látja, és elmondom, hogy ugyanilyen képet fog kapni rövidén is meg a polgármestről, amikor ezt a kerekházban megítélje. Most pedig szeretném kérni a fotóbűvész urat, Nagy Jég Györgyöt, hogy mondja elő. Izgatottan várjuk, hogy mit mond a kiállításunk. Hegyhez,
sápat. Ugye itt valamikor sokan mondták, hogy vasfüggő. Most egy Magyarországon volt vasfüggő, ugye Erdélyben ólomfüggő volt. Mert a szerencsétlen erdélyi még a szocialista országokba se tudott elmenni, mert nem engedték. Ugye mindent elkövettünk, hogy mehessünk, jöhessünk, és természetesen, mint látogató, mint vendég, kint voltam a Pilisben, kint voltam a dobogó körnél, meg tudjam hallgatni, hogy tényleg dobog vagy nem dobog. A Pilisnek a szellemisége dobog volt. Megálltam, és éreztem, hogy ez valami csoda. Szerencsés emberek, akik itt laknak, akik tudnak valamit a Pilisről. És szerencsés emberek azok, akik a vizuális művészeteknek azt az ágazatát választják, amit megvalósíthat ugye a 9 éves, megvalósíthat a 16 éves, 17 éves és a felnőtt is. Azért szerencsés emberek, mert a napok, évek folyamán mindegyikünkben kialakult egy olyan belső látás, amivel csak ő rendelkezik. Civil ember nem rendelkezik egy ilyen látással, ő meg. Eldönti, én elmegyek, Debrecenbe. Közben zenét hallgat, közben beszélget, közben bármit csinál, nézi a forgalmat, vagy odaérkezik Debrecenbe. A Photoshop tanítása arról szól, hogy nem számolunk ki az időt, hogy mennyit alakulok az elég, és nem örülök annak, hogy 6 perccel megdöntöttem a csúcsomat, a eldöntött időcsúcsom, hanem rászámolom még egy fél órát, egy órát, hogyha valahol lát valamit, meg tudjon állni, tudjon dolgozni. És ha a szülők ezt követik, hogy megállnak menet közben, mire odaérnek, feltöltöttek sok szép látékot. A gyerek mit követ, amit adunk neki, amit gyújtunk neki? Egy térképet. Házaspár, gyerekek, megyünk, mondjuk a harmadik. Erre megyünk, arra megyünk, akkor azt mondja, hogy ennyi idő alatt oda fogunk érni. 10 óra, és ott vagyunk. Nem viszi oda a gyereket, nem ad a kezében még egy törképet, hogy együtt nézzék meg az útvonalat, előre mondja el, hogy itt az van, ott megyünk, de ott megyünk, és folyamatosan mondanom kell a gyerekemnek, a gyerekeimnek, a tanítványoknak, merre jár, mit láthat, mire számíthat. Önmagát tudod? Működik úgy, ha van egy felnőtt csoport, van egy vezetője, egy másik vezetője, akik levézítik ezt az egészet, és majd örömmel látják, hogy fejlődés van, haladás van, történés van. Az a fajta történés, amit iskolában nem lehet megtanítani. Az iskolai rendszerünk alkalmatlan arra, hogy a szépet meglássuk, magunkivá tegyük. Az iskola képtelen arra, hogy észrevegyük a pataknak, a patakvíznek sejmességét. Azt meg is tudjuk mutatni, hogy mi látjuk, hiszen futni látjuk azt a patakot. Elfut elő, azt a futást kell nekünk megtanulni. És akik ezt így hozzák, és van egy videófotói, azok már tudnak valamit. Meglátni a virágot, meglátni az erdőt, és benne a fák. Egy olyan csoport jön össze, ahol nem számít, hogy kinek mi a szakmája. Nem számít, ki honnan jött, ki merre megy. Azaz, kinek mi a foglalkozása, kinek nem, és azok a szavaira, minden lényegtelen, egy lényeges dolog van, hogy egy feladatot meg kell oldani. A fotográfia amellett egy gyűjtőszenved. Megszülettünk, gyerekek voltunk, gyűjtögettünk mindent. Elkezdünk nőni, és azon veszünk észre magunkat, hogy a jó kezekbe kerülünk, elkezdünk fotógyűjteni, képek gyűjteni, emléket látni valamit.
olyan látnivaló, amit először önmagunknak készítünk el. A családi fotóalbumra. És előbb-utóbb rájövünk arra, hogy ez annyira szép, és én olyan szépnek látom, hogy feltétlenül meg kell mutatnom másoknak. És egyre inkább arra törekszik mindenki, hogy azt a szépet meg tudja mutatni a környezetében. Én biztos vagyok benne, hogy minden emberben van valamilyen pici-pici kis jóság. Az a pici-pici kis jóság lehet ekkora is, hogy vegyék észre, hogy én vagyok. Vegyék észre azt, hogy én valamit teremtettem, valamit létrehoztam. És várom is, a kiállítás is így. Előbb-utóbb mindenki eljött oda, hogy lesz önálló kiállítás. Annál szebb dolog nincs, mikor mindenki oda megy, megveregeti a vállamat, kezet fog velem, hogy jaj, igen, ügyes, jaj, de szépes. És az ember ilyenkor boldog lesz. Boldog lesz, mert nap mint nap kap valamilyen negatív visszajelzést az élettől, a körülményeitől, és akkor azt mondja, hogy érdemes csinálni. Érdemes foglalkozni ezzel, hiszen sokan engem ünnepelnek. Mikor van ekkora nagy ünnep? Még karácsonykor sincs, hiszen csak a szűk családban vagy a tágasabb családban. Névnapkor is van egy pár ember, születésnapkor is van egy pár ember. Vannak alkalmak, amikor összejönnek emberek. De ami rólam szól, és sok ember van, vagy ami egy közösségről szól, és azoknak környezete eljön, hogy megcsodálják, amit én, vagy mi teremtettünk, mi alkottunk, az egy egészen más, az egy felemelő érzés. Én elmondhatom, én nagyon-nagyon boldog ember vagyok, hogy azt csinálhatom főállásban, amit én kinéztem magamnak, amit beleszerettem. Én a hegyeket járom, a völgyeket járom, a nádast járom. Tehát a hét napjából ötöt a kina természetben töltöttem. Nagyon-nagyon sok tanítás. És látom azokat az embereket, akik eljönnek, rácsodálkoznak. Jé, hát nem volna mellette semmi. A semmi is valami, ha jól látom, ha szépen látom. Engedjék meg még egy példát elmondjam. Vannak helyek az országban, ahol nagyon szívesen álljálok. Többek között Erdélyben, Kárpátaljára. És Kárpátalján elsősorban helyen. De itt is van, hogy elviszek, tehát ha lehetőség van, jöjjön el a fotós, hozzá el a gyerekeit, hozzá a feleségét vagy a férjét, egyszerűen nőjön fotografálni. Ez komoly. Én meglepődve látom, hogy ott a tanfolyam, eljönnek ki, eljön 7 ember. Egy gyakorlatra 7 ember, 6 nő. Fiatalabb és kevésbé fiatalabb. Megjött a világ előttük, nem csak a férfiaknak a külön kívánsága, nem csak a felnőttek kívánsága eljönnek, és amit előtte mi bejártunk photoshopként, és elmondtam, hogy ez az ilyen növény, erre való, az hamar, mire kell vigyázni, honnan tudom, hogy mérgező, nem mérgező, hallagunk, és már ott vannak a családi és baráti környezetben mások is, tehát nekünk civil emberek. És hallom, hogy az anyuka, hát az apuka mondja a gyereknek, hogy ez az, ez ebben kezdődő növény, ez a kutyával, ez a farkassal. És mondja, hogy ez mind mérgező. És akkor mondanak olyan példákat, amit nem nagyon fogok megjegyezni, hagyd mondjuk egyet, kettőt. Pici fogyó, fürdben van, piros, a szép magyar nyelv. Ebben csúcsor sző. Hogy is volt? Jaj, ebb csúcsor szőlő! És akkor mindjárt mondja, hogy mert ami a magyar nyelven ebben kezdődik, kutyával kezdődik, farkassal kezdődik, az mind mérgező. Csúcsor szőlő, mert kicsit szőlőfült az egész. Farkasa, egy nagyon szép kis virág, növény. Annak van egy lepkéje. Azt meg úgy hívják, hogy farkasan van. Már is adva van, mert a gyerek az nagyon fontos. A gyerek minden magával szív. Nyilván a rosszat is, de leginkább azt szeretnénk, hogy a jó. Az értelmes. Ott a farkas az elején. Tehát mérgező. És tudod, viszi, tudod,
vérmérgező, honnan tudom? Onnan, hogy a lepke, amelynek ez a gazda növénye, azt a lepkét egyetlen madár nem eszi meg. Azt minden madár messzről elfelel. Rárepül, hogy elkapja, észre leszi, hogy hoppá, ez a farkasalma lepke, megy tovább dolgára. Mert benne van a méreg. És ezt valahonnan ő tudja, így mint én. Most meggyőződés, hogy a mi gyerekek úgy nőnek föl, hogy ezekről tudnak. Ezt lefokozzák, rendszerezik, összerakják a fejüket. Ezek a gyerekek utána elvágyódnak, hogy ne csak a harapkára mennek. Menjenek el a Máramarosba, menjenek el a Fogarasba. Menjenek el nálunk a Gerecsébe. Nem tudom, ugye van a bűnösen a pakon, ide-oda elmennek, de vannak erről, ami érdemes elmennek a mecsekbe. De menjenek el a Tisza forrásához, a Fekete Tiszához, a Fehér Tiszához. Menjenek föl a Hágóra. Nagyon sokan a Vereszkei szorostól tudnak. Nem csak a Vereszkei szoros volt az egyetlen, ahol elején bejöttek, hanem ott van mellette a Vereszkei hágó, ott van mellette a Kusoki hágó, ott van mellette a Tatár hágó, három olyan komoly hágó van, ahol bevonultunk ide a Pilisbe. Yeah. Most erre nem akarok kitérni, mert nem ide tartozó, inkább arról ejtenék két-három szót. Én már voltam itt tavaly, ügyállításon, most itt vagyok megint. Én azt látom, hogy valami olyan profizmussal, és ezt komolyan mondom, én egy nagyon profizmus embernek ismernek, és egy nagyon erős embernek, hogy igenis, ha valami nem jó, akkor nem jó, és nem engedek ebből, de hogy elnézem a formákat, hogy elnézem a belső teretnek a megmutatását, hogy elnézem a tájnak természetesen a láttatását, elámulok, és láttam, hogy ott van mellett egy 17 éves, látom, 14 éves. Most nem tudom, hogy a gyerekészet vagy. Hagyd mondtam egy-két példát. Ott van egy Isten. Lővén. Az ember ránéz, és szépnek látja, szépnek találja. Azért szépnek, jó helyen. De még egy dolgot hozzá kéne tenni, hiszen egy fotográfia akkor jó, hogyha megnyugvást kölcsönöz. Gondolatokat képes belőle. Lelkében vagy a fejében. A templom jobb sarokból néz a bal sarok fel. Merre van a bejárat? A falu irányába. Nyitva áll az ajtó, készen áll arra, hogy befogadja a falu népét. Tehát a lehető legszerencsésebben fotografált, legjobb helyzet és nagyon szépen összeállítás. Vannak teres koristánok, nem tudom. Nem akarom most külön mindenkit, tehát itt, igen, itt láttam. Ami csodálatos, és nem tudom, hogy felnőtt vagy gyerek, nem is akarom megnézni, nem az az egyetek esetben, hanem nem egy harangot fotografált le, hanem a szervezetét a harang látja. És a harang a tereme, picikében, nagyban, az csak jelképesen van ott. És így mutatja meg, hogy iszonyatos munkával, nagy szeretettel, nagy odafigyeléssel készült a haranglát, a harang sok-sok ember munkája, összesítve ott van benne, hogy évszakon, és merem remélni év ezredeken keresztül fogja nemzetünket szolgálni. Minden unitárius református, nem sorol, hova tartozik. Legyen egy ház, legyen egy hely, ahol be tudok térni, csendben tudok lenni, és saját hitem szerint el tudok tölteni néhány percet, vagy egy fél órát, vagy egy órát. És ha a gyerekeim ebből egy picit magukba szívnak, akkor emberekké válnak. Mert az emberséghez nem a pénz kell, nem a hatalom kell, nem a gazdagság kell, hanem kell legyen egy belső tudat, egy belső érzet. És ha az megvan, és amikor érzi, hogy az ott benne van, akkor
már nem elveszett. Függetlenül attól, hogy, hogy mennyit keres. Még egy kis kitérés, nem akarok nagyon sokáig erről fecsedni. Valamikor nagyon régen, amikor abbahagytam a iskolában való tanítást, akkor úgy döntött rá, két tanár, két feleség gyerekekkel, mert nem fogunk megélni, vállalkoztam. És én nagyon boldog voltam attól, hogy, hogy visszamegyek oda, nagyon boldog voltam attól, hogy, hogy egyre több volt a munka, volt egy munkatársam, fölvettem még egyet, majd még egyet, kezdtem 9-kor, befejeztem 3-kor, kezdtem reggel 8-kor, befejeztem este 6-kor, vagy 7-kor kezdtem, befejeztem este 10-kor. És ez így ment, egyre több munka, egyre több pénz. Egy idő után rájöttem arra, hogy atya úristen, gyerekeim mindig alszanak, a, nem tudtam velük váltani két szót, nem tudtam átölelni, ő nem tudta átfogni a nyakam, és nálunk az volt a szokás, hogy én minden este egyik másik napokra. Mondtam egy mesét, kitaláltam egy mesét, egy falevéről, egy avicsról, bármiről, akármi, ami valami eszembe jutott, vagy valamit ránéztem, és arról elmondtam egy mesét. Volt szertartásunk, mindegy, mi volt, és gyereket elaludt, mosolyogva, láttalatom, nyugodt, boldog, jaj, de jó. Minden szülő ezt szeretné látni. És rájöttem arra, hogy eltelt két hét, három hét, és ez nem történt meg. Aztán utána arra is rájöttem, hogy nem mentem ki megnézni a csillagos eget. Nem emeltem fel a tekintetem az égre, nem mondtam, Uram, te gyönyörű, köszönöm, hogy azt adott nekem ezt a gyönyörűséget. Nem láttam az őszi erdőt. És egyébként a fogtam, de a műhely, mondtam a hatásomnak, add el. Végül. Én, ugye régen megfogták szerencsétlen embereket, fölvitték a gályára, odara láncolták a nagy lakátokhoz evezőt. Nem tettett volna a szerencsétlen, ő volt a sorvos, aki tudok vele táncolni. De hogy én önmagamat láncoljam oda, egy olyan gályához, amivel nem vizet lapátolok, hanem pénzt lapátolok a bankokba, és meg nem élem az életemet. A családommal, a baráti körömmel, az úgy nem. Tehát valahol az embernek észre kell vennie, hogy akár szerintem, de olyan közelben, olyan emberek előtt és olyan kerülésében, a gyerekek és a fiatalok, meg hát a felnőttek is. Én nagyon örülök, hogy feszület van, nagyon örülök, hogy még valami eszembe jutott, hogy egy párszor közben mentem, hogy idős ember, paraszt, egy gazdálkodó paraszt ember próbálkozott. Nem a felnőtt fotózta le, hanem a gyerek. Tehát ha már eljutottunk oda, hogy a gyerek nem csak a nagyon mutatós, a nagyon látványos, a nagyon ilyet olyat fogja lefotózni, hanem egyszerűen képzelnek az ember, nem is tűz, és megy a rovával, viszik haza azt, amit visz az éjt a szekivel, vagy egy néni, vagy egy öreg arcot. Tehát ez már maga a csoda. És ezt a csodát kellene megélnie sok-sok-sok gyereknek, mert akkor az ő gyereke is meg fogja tudni élni, hiszen tud mit átadni a gyerekének. És az ő gyereke majd az ő gyerekének. Mert az, amit mi elvesztettünk itt sok évtized alatt, az valahogy kéne fordulni. És megmondom őszintén, én leginkább ott én felettem, ha a picit bejött egy egész hadsereg ekkora kis emberke, és tánc. Ritmus. Csudai dolog az is. Tehát ha itt tudnánk nevelni a gyerekeinket, és lennének olyan vezető, mint Zoli, aki összefoglal társaság, vagy Ricsi, aki tanítvány volt egy kis ideig nálam, akit viszik tovább, és írni azt az üzenetet, amit tovább kell adni, és áldoznak időt, energiát, akkor nagyon-nagyon jól jár. Nem tudok többet, szebbet, jobbat mondani, nem is nagyon akarok, remélem, hogy mindenki értette, hogy mit szerettem volna elmondani. Nincs értelme, ugye úgy hangzott el, hogy ilyen két elemzős, két értékelés mondok. Az értékelés az lenne, és hiába dugatni a szemem, hogy hát, hogyha talált valami hibát, valami nem odaillő, valami, hogy bele lehet kötni, hogy szép, jó, de hát
így, de úgy nem találtam. Nem találtam miért, mert olyan precízen a híd mérnöki precizitással lefoglalkozva. Úgy, ahogy azt írjuk. A táj, ugye? De aki már fotózik, az tudja, de elindítja a látványt valahonnan, innen indul arra a ház felé. Tehát valahonnan megmutatta a képet, beferelten, irányítja az ember szemét az utáson. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy egy Harmita mellőli ember tudja megnyitni a Pilis Harmita alatt a Pilis kiállítást, és számomra az ember. Köszönöm a figyelmet. Egy hozzászólásom azért lenne. Az említett kisházas kép, hogy innen így, meg oda így, menet közben autóból készül. Tudatos szerkesztése, igen, ez a történet. Nem én készítettem, csak mellettem ült a kollégám. Köszönjük szépen! Még egy szegetnek van, akit szeretném bemutatni, ő pedig Babetsz Ákos. Ő a fotóklubnak jelenleg egyik legaktívabb tagja és vezetője, és néhány mondatot a programjainkból jövőbeni jelenlegűből fog mondani. Üdvözlet mindenkinek! Hát sajnos nincsen szerencséjük. Ez ugye a legidegesítőbb része az ilyen kiállítás megnyitóknak, hogy mindig előkerül még egy pasiáti dumálni akar valamiről, miközben mindenkinek ott villog a fejében, hogy te mikor mehetünk hát végre a Süti Stúdhoz. Úgyhogy ígérem, hogy megpróbálok rövidre fogni a dolgot. Mielőtt még rátérnek a programjára, az első és talán legfontosabb dolog az lenne, hogy ők köszönetet nyilvánítsunk. Hiszen nagyon sokan támogatják évközben, menet közben is a tevékenységünket, úgyhogy természetesen nagy-nagy köszönet illeti a Budakalászi önkormányzatot és természetesen a léteit is, hiszen közismert, hogy nagyon vendégszeretettel és szigélyességgel fogadta bennünket, amikor szóba került, hogy náluk tartanánk egy egyhetes tábor. Reméljük, hogy ez a szigélyesség nem csak miatt, hogy nem ismertek minket. Úgyhogy tényleg nagyon köszönök mindenkinek, és elnézést meg se kísérlem név szerint felsorolni azokat, akik valamilyen módon segítettek bennünket abban, hogy ez a kiállítás létrejöhessen, ami egyébként, ahogy elmondtuk, mert tényleg második a sorban, reméljük, hogy még nagyon sok hasonló fogja keresni. A programjaitól annyit, hogy amellett, hogy a Balázsfotónak igazándiból az elsődleges területe az internet, tehát online vagyunk napi szinten aktívak, és folyamatosan frissül a tartalmunk, hol kevesebb, hol több fotó van, és már tényleg azt hiszem, hogy 2-3 hónapja folyamatosan 100 fölött van a tagjainknak a létszáma, ami az lenne meg az dolog. Az, hogy ebből a 100 valamennyiből mennyi az aktív, azt inkább nem fiatassuk, de ez egy jó kis irányszám, ez a 100-as. Szóval mindezek mellett nagy-nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy folyamatosan fizikailag is jelen legyünk, és legyenek kisebb csoportos kisításaink. Ezek közül pedig kiemelten fontos ez a két tábor, amit szerencsés módon az ilyenek tudunk valósítani. Ugyanis a jelenlegek között nincsenek igazából professzionális hivatásos fotósok, ezért fontos az, hogy ne csak a mindennapok munkás keretéből kizökkenve egy pár órára tudjunk a fényképezéssel, a hobbival foglalkozni, hanem legyen több egymás követő nap, amikor tényleg rá lehet hangolódni arra, amit mondani, rá tudunk fókuszálni a környezetünk megfigyelésére, magára a fotográfiára, és ezek a tárgyalói alkalmak, ezek remek kiinduló pontot biztosítanak arra, hogy tanuljunk egymástól, tapasztalatokat cseréljünk, adott esetben a másik felszerelésével, vagy trükkében megismerkedjünk, nem csak a fotózással kapcsolatban, de például a képfeldolgozással, vagy az utómunkával kapcsolatban is. Úgyhogy nagyon reméljük,
hogy a továbbiakban is lesz még alkalmunk ilyen táborokat szervezni. Bízunk benne, hogy lesz ismét következő nyáron egy erdélyi és egy halászfotótábor. Valamint, ugye, amikor éppen sajnálatos módon nincsen nyári nyári szünet, akkor is megpróbálunk havonta, két havonta összehozni egy találkozót, kisebb fotósétákat, vagy fotós túrákat, hogy akkor is azért jelen legyen, és valamennyire tudjon összekovácsolódni a társaság, hiszen folyamatosan vannak új belépő tagjaink, és hát szeretjük őket is megismerni, kicsit összehozni a társaságot. Úgyhogy a legutolsó ilyen alkalom, azt hiszem most egy hónapja volt, amikor Katalin pusztára mentünk el, az még nem minket is meglepett. Körülbelül 4 vagy 5 autóval kellett mennünk, mert több mint 20-an mentünk, azt hiszem. Eddig ekkora jelentkezés igazából nem volt jellemző, de nagyon örültünk, és reméljük, hogy ki fog tartani még jó sokáig. És még a jövőbeni tervekről annyit tudok most ebben elmondani, hogy ezt a kiállítást egy hónap múlva elviszik Lövétére, úgyhogy az erdélyeknek is el tudom így csak edni, reméljük. És hát természetesen is nagyon nagy szeretettel állunk mindenkit, aki szeretne eljönni, hanem is feltétlenül a kiállításért, de Erdélyért érdemes, mert gyönyörűk mindig, nem csak nyáron, hanem télen is turisztikusítva van valahol kirakva egy téli lövételi kép. Köszönöm szépen nagyon is a figyelmüket, és élvezik a kiállítást, meg is ötiket. Köszönöm szépen, és már csak tényleg 5 embert szeretnénk bejelenteni, akik nem. Nem jelentek be már senkit, viszont azt szeretnénk bejelenteni, hogy én is készítettünk egy rövid kis filmet, amit szeretnénk bemutatni jelenleg. A nyári Erdély túránkon készült képernyőn állítottuk össze. Dani, megkapcsolja a villanyokat. Kapcsolja Ákülétszer, segíts lekapcsolni a villanyokat, és ahogy elhagyultak a fények, akkor elkezdjük mi is a videónkat.